Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, látókat. Én vagyok Kerényi Lajos, aki Almás Fuzitőn születtem 1927. június 1-én egy vasutas családból. Nagyon értékes gyerekkorom volt, egy testvérem, fiú testvéremmel éltünk, rosszalkottunk, nevelődtünk, és akkor a szülők révén is, meg a nagyszülőket külön kell említenem, az egy anyai nagymamámat, aki nagyon komoly eszméket tudott átadni, és ugye az, itt mindig az a lényeg, hogy az ember gazdagodjon eszmékben. Tehát nem csak a kincs hírgyönyör értékeivel foglalkozzon, hanem a szeretetnek, a szépnek, a jónak, a természet fölöttinek is az értékeivel, mert ez tudja az embert teljes mértékben megválaszolni. Mert olyan nagy, nehéz kérdései vannak az életnek, hogy honnan jöttem, hová megyek, miért a sok szenvedés, miért a sok bűn, meg az a érthetetlen halál. És folytatódik az élet, hát az ember az életre született, meg leszünk boldogok igazán, meg egyáltalán van-e értelmes valaki, aki tud rólunk és vár bennünket, aki ezt a világot ilyen káprázatos módon összhangolta és teremtette. Tehát ugye ilyen eszmékkel gazdagodtunk már otthon, aztán különös módon piaristákhoz irattak be a szüleim tatán, és én ott nagyon komoly értékeket gyűjtöttem ezekből a magasabb értékrendből is. Úgyhogy fölkészítettek így engem, hát ez biztos, hogy a gondviselésnek volt az útja. Ilyenkor látja az ember visszafelé, hogy hú, micsoda káprázatos utat jártam végig, mert hogy ő tudta, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember ezekbe a nagyon nehéz élethelyzetekbe tudjon helyt állni, amiről ő tudta azt, hogy amibe bele fogok kerülni. Tehát akkor, ha nincs meg ez a magasabb erőtérrendszer valakinél, akkor előbb-utóbb kifogy minden. Eszmékben kell gazdagodni és gazdagítani a világot és az embereket, és pont ezeket lopkodták ki, pláne mikor már aztán úgy belenőttem a háborúba, akkor két lopkodási terület volt, de akkor már gazdagon mentem. Az egyik lopkodási terület volt a Szovjetunió, ahová fogságba kerültem, mert 18 évesen érettségi előtt katonának vittek el, ugye akkor az volt a helyzet a Dunántúlon, és akkor harcoltam egy darabig, aztán fogságba estünk, és a végén ki is vittek a Szovjetunióba, marhavagomba. Tatán kezdődött az egész, mert a vértes felül jöttek, már akkor tavaszodott, megástuk a lövészárkunkat, és akkor minden számítás megvolt arra, hogy fognak jönni az oroszok. És ugye azért voltak izgalmak, de fiatalon talán az embernek nincs akkora halálfélelme sem, meg tehát több ugye a kaland, meg a romantika, ezt is annak lehetett fölfogni azért valamennyire. De azért voltak nehéz percek, mert ugye a támadás előtt már pár nappal kimentünk a lövészárokba, és aztán őrt kellett állni. Éjjel is. És akkor ugye, mikor rám került a sor, akkor ugye puskával föl alá sétálni, és ott volt egy bokros terület, és egy sík vidék utána, és ugye már az oroszok bármikor jöhettek, mert mindig voltak belövések a vértes felől, és akkor ez volt a parancs, hogyha jött valaki, zörgött a bokorba, akkor le kellett venni a puskát, és akkor rá kiáltani, hogy állj, ki vagy, jelszó. Patrul volt akkor azon az ilyen a jelszó, és akkor ugye hát föl alá sétáltam,
közben rózsafüzért imádkoztam, mert az ilyen értékrendekbe be kell kapcsolódni ahhoz, hogy az ember ne unatkozzon, és bizonyos értelemben helyen legyen az esze is, meg a szíve is. És akkor egyszer csak zörgött a bokor, éjfélkor, azt hiszem éjféltől voltam kettőig szolgálatba, és akkor zörgött a bokor, állj, ki vagy, nem állt meg. Mondom, én nem akarok agyonlőni senkit se, és akkor puskát levettem, állj, ki vagy, jelszó. Semmi. Mondom, akkor lövök. Erre megszólal a fejes zászlós. Ugye ő volt egyik parancsnokunk, de kis növésű volt, aztán Habcinak hívtuk, ugye hát mindenhol van ilyen becézés. És akkor fejes zászlós, jelentést kérek. Tehát ugye ezek olyan edzőtábor is volt igazából. Na, és akkor ugye jöttek az oroszok, Dat felől, a németek már éjjel elmentek, azért kutyák voltak, mert minket ott hagytak, mi voltunk az ég elől, és akkor jöttek a páncélosok, és akkor szakaszvezető volt, a tisztek már elmentek onnan, szóval azért voltak ám dolgok, és akkor, mert ez a fejes se volt sehol se, és akkor én jelentettem, szakaszvezető úr, páncélos támadás Dat felől. Azt onnan lehet tudni, hogy zöld lövedéket lőnek föl, és akkor azt mondja, irány a lövészárok. Akkor elfoglaltuk a helyünket, én ugye a géppuskámat, és akkor, mikor látta, hogy mennyi páncélos jön, három kilométer távlatból lehetett látni, azt mondja, irány az országos jármű, ugye ezt a lovaskocsit úgy hívták, és akkor az időben 44-be, akkor 45-be, akkor még hát nagyon-nagyon nagy urak voltak a lovak, és akkor lóval húzott kocsik voltak az országos járművek, és akkor kijöttünk a lövészárakból, én már egyszer voltam fogságban, civil koromban, nagyon csúnya volt az is, és akkor az SS-ek felszabadítottak bennünket, és akkor ott kellett halottakat összeszedni a fronton, meg mit tudom én, még a lövések között. Úgyhogy már valahogy edzett voltam, meg a halmásfűzítő az olajgyár volt, ahol születtem, és ugye ott azt bombázták azért szépen, mert az olaj, benzin az fontos kelléke volt a háborúnak. Na mindegy, és akkor ugye rohantunk kifelé az országos járműhöz. Igen ám, de jött szembe egy valamiféle tiszt, azt mondja, hová rohannak? Mondom, szakaszvezető parancsára országos járműhöz. Irány, vissza lövészárok, mert lelövöm! Azt akkor muszáj volt, de akkor már úgy csúszva mentünk. És akkor valahogy vissza csúsztunk a lövészárakba, de akkor már annyira közel volt, és lőttek rettenetesen. És akkor én Tatán ismerős voltam, és mondtam, fiúk, jöjjenek, vagy gyertek, mert én már voltam fogságban, én már még egyszer nem akarok. És akkor az civil fogság volt. És akkor hát senki nem jött, én pedig tudtam az utat, és akkor kimentem, akkor kikerültem egy kicsit ugye az onnan jövőket, és akkor egy szőlő mellett, március 19-e volt, ahol csak a karók voltak meg, és akkor már annyira előre jöttek, hogy egy tank rám állt. És akkor, hát ugye már nagyon fáradt voltam, és rám állt egy tank, és akkor lőtt, mint egy őrült. Hát ez is olyan csodálatos, hogy engem annyi bomba, még annyi lövedék, még rá szállás, tehát ugye a repülők, mikor jöttek, akkor ugye fölülről jött az áldás, ilyen is milliószor volt, és sose talált el, ez is nagyon érdekes volt. És akkor az ember úgy belefásul egy kicsit. Akkor bevetések voltak, igen, és akkor lassanként visszahátráltunk, mert ki tudtam menekülni, és a lábatlannál összejött megint a társaság,
az a hat test, amelyikben voltam, átmentünk a Dunán, ott is már ugye lövések, és akkor még vissza kellett jönni másnap élelmet hozni, az is, szóval ilyen halálfélelmet, tehát a szenvedések világából jöttem, és akkor tanultam meg, hogy a szenvedők világába kell majd elmennem. Mindegy, és akkor ugye hátráltunk, Pozsonyt érintve, és akkor Brünn közelébe értünk, Szlabinsz volt egy olyan falu, ahol végül is már hallottuk az amerikaiaknak a lövését, de hallottuk az oroszokért is. És akkor ugye vége lett a háborúnak, akkor tudtuk, hogy fogságba esünk, gulába tettük a fegyvereinket, és aztán vártunk, hogy éjjel hát aludtunk is, nem is, ugye katonának mindegy, hogy jöjjítottam ott, és akkor várták az emberek is nagyon a amerikaiakat, aztán reggelre jött, hogy jaj, az oroszok jönnek be. És akkor így aztán az ő fogságukba estünk, és akkor ugye leszerelték bennünket, cuccaink maradtak még, és azt 3 napon keresztül naponta 30-35 kilométert kellett gyalogolni, hát csupa sebb lett a lábunk. És akkor ott bevagonnéroztak bennünket, és kérdeztük, hogy most hova visznek. Hát domolj, ugye ez azt jelenti haza. Aztán persze, hogy hazahoztak, de már rácsos ablak volt az izéken, ugye a marhavagonokon. 49-en vagy hányan voltunk egy vagonban. De ezek nem a nagy vagonok voltak, mint ott lehet látni a keleti pályaudvar, vagyis a Ferencvárosi pályaudvarnál, ugye ott ilyen vagonokat ott ki, és akkor még egy fényképet is láttam, ahol állt egy ilyen szerelvény, ami a miénk volt, lehet, hogy pont az miénk volt, és akkor néznek éppen így kanyarugóba ott állt, és akkor néztünk hátra, hogy miért nem engednek ki, és akkor még rácsatoltak 2 vagont. Na, gondoltuk, ez élelem. Igen, és akkor aztán ugye Marmaros-sziget felé vittek, kegyetlen utazás, alig, tehát az borzasztó, ugye ott ment minden végbe, 49 ember egy ilyen kis helyen, kis kübli, ugye az volt a mosdó vécé, akkor utána az ennivaló is semmi, olyan, hogy a disznóknak nem adnak olyat, mint nekünk adtak. Hát a szenvedés ugye jött egymás után, de bírtuk, mert tanultuk azt, hogy mi az, hogy önnevelés, meg ugye az kézés, önmegtagadás. Akik nem tanulták, olyan érdekes tetszik tudni ugye a pszichológiája a dolognak, mert ugye a tisztek, akikről hogy fölnéztünk, és akkor hát ugye százados, alezredes, és akkor ott együtt egyek lettünk, és azok lettek a leggyávábbak, amikor ott minket ugye ugráltottak még. És akkor ugye Marmaros-szigetnél átraktak bennünket a széles nyomtávra, és akkor 2 dolog fájt nagyon. Az egyik az, hogy mikor fogságba estünk, és hogy ott vezettek Szlabinszba, meg ahogy jöttünk, soha nem mehettünk ott, ahol a gyalogosok mennek, hanem ahol a lovak mentek, meg a marhák mentek, meg a gépek mentek. A másik pedig, hogy mikor kiértünk, de már útközben tudtuk, hogy denomináltak bennünket, tehát a nevünket elvették, mert nekik nincs szükségük személyre, hanem birkára. És akkor 93-as szám lettem. Tehát nem Kerényi Lajos, 93-as szám. És akkor ugye hosszú ideig utaztunk, és akkor egy szénbányába vittek bennünket, és akkor hát ott ugye megkezdődött a munka, táborba vittek bennünket, ami hát ott a Nyeper, elmentünk a Nyeper folyón keresztül, átment a vonat,
Dnyepropetrovskon is túl, és akkor ott ugye már kész tábor volt, ugye hát ezek már akkor olyan működő, hát úgynevezett fogsági táborok voltak, ahonnan aztán ugye a meghaltakat vitték ki, mi meg újként mentünk oda. És ugye ott akkor próbáltak bennünket fertőtleníteni, mert hát nem ment az igazán, mert hogy visszafelé, aztán már nem Márvonsziget felé, hanem Fogsáni meg Ploeszti felé hoztak, ott pedig akkora tábor volt, hogy ami jó, hogy nem arra vittek, ott egy olyan nagy tífusz betegség vagy járvány pusztított, hogy sok ezeren haltak meg. Úgyhogy mondták, hogy jól megúsztuk, mert strávkocsik voltak, és a halottakat, mint a hasábfákat úgy rakták föl, egy éjjel ugye 30-40 is volt. Aztán ugye nagy gödröket ártak, és azt valami fertőtlenítővel, és oda beledobálták őket, ugye a névtelen hősök. Igen, na és akkor ugye ott végig próbáltuk tartani, a bátyám is velem volt egy darabig, meg aztán volt egy fiatal, hát ugye nálunk egy kicsivel idősebb is már végzett ember, hát nekem még érettségém se volt, bátyám tanítónak képzült el, készült, de hát még semmi nem volt a kezébe, és akkor ez pedig pszichológus volt, szem gyerekpszichológus, és egyházi Andrásnak, vagy minek hívták, fönségesen tudott viselkedni, és ugye a tömeg fölött, ha olyan jó, ha van egy ember, aki összefog, erőt sugároz magából, mert ott tényleg nagyon kell a jellem. És akkor hát ő tartotta a lelket bennünk, és akkor ugye ki kellett rakni mindent, amit cipeltünk, és akkor jöttek a ruszkik, és akkor ugye ez volt a piac, és mindent összeszedtek, ami kellett nekik. És én vittem magammal a Sikcső cima könyvet, és a Kempis Tamás Krisztus követését, meg hát a nyakunkba volt ugye egy feszület. Akkor azt is le kellett tenni, ugye, és akkor azt is elvették, viszont a feszületet, mikor még a könyveket, mikor láttam, hogy nem néznek oda, visszaloptam, azt eltakartam. Mégis maradtak, úgyhogy van egy hadifogságból hazatérsz Sikcső cima könyvem, meg egy hadifogságból hazatért hadifogoly Kempis Tamásom, az igazán viselik magukon a fogságot, ugye rongyosak, vizesek, már hogyha megázottak és a többi, de erekék. Na mindegy, és akkor ugye ezekből éltem, amikor volt egy pici kis szünet, aztán csak ceruzát tudtam valahogyan szerezni, és abba írogattam. Beírtam, az elején az volt az imakönyvbe, hogy 93-as számú hadifogói Kerényi Lajos honvéd. És akkor tele eszmével akkor voltunk, tehát ugye mi ott imádkoztunk. A nép az kevésbé, de látva azt, hogy vannak akik, akkor ők is. Tehát ugye azért kell mindig példakép, eszmény hordozó, eszme hordozó mindenhova, mert a nép az jó, a nép nem tudja merre menjen, de ha mutatják neki, és azért lehet őket ateizálni is, meg azért lehet őket nemessé, széppé. Ennek az volt aztán az egyik, hogy érdekessége, hogy elhatároztuk azt, ugye, hogy négyen fiúk, hogy megvan a feszületünk, visszalopkodtuk, hogy felszíni munkán, ugye a felszíni munka, amikor nem a bányában lent, hanem fönt, mit tudom én,
köveket hordani, bányaépületet lebontani, és a többi, hogy akkor egy cérnára fölkötöttük, ilyen keki színű cérnánk volt, és akkor fölkötöttük, és hogy hadd lássák. És az volt az elgondolásunk, hogy a kereszt győzze le a vörös csillagot. Tehát ennek úgy tudok örülni, hogy ez biztos, hogy ezek természet fölötti ihletések voltak, a Szentléleknek tulajdonítom, és akkor ugye naponta ezeket úgy csinálgattuk, és annyi kis szegény gyerek volt, nagyon szegények voltak, ám ezek is, ugye hát mennyi millió embert öltek meg, ugye éhhalála minden, és akkor ezeknek vékony kis lábuk volt, nagy hasuk, ez a skorbut, ugye vitaminhiányos betegség, és amikor megálltunk, ugye mindig ez volt, hogy na popjegy, ez azt jelenti, ötösével, na davaj, gyerünk. És akkor, mikor megálltunk pihenni, vagy letettük a köveket, és akkor oda rohantak ezek a gyerekek, csókugatták a feszületeket, hogy ó, kröszt, jó Jézus Krisztus. Fú, akkor úgy összenéztünk, hogy itt van az Isten. Tehát mindenkiben ott van valami kitörölhetetlen vágy, ami a végtelent igényli. És erre majd még rátérek, mikor aztán a szenvedésből hazajöttem hogy itt is, hogy micsoda erők vannak az emberben Isten részéről. Ez egy ív az életemben, hogy megláttam azt, hogy, és látom azt most is, hogy az Isten nem hagy bennünket elveszni, és akkor kifoszt bennünket a kincshír gyönyör, ugye mondjuk hetetlenségeiből, sokaságából, ami már veszélyes, és akkor utána a szeretet, a szép, a jó, és a végtelen szólal meg, vagy rezonál az emberi lélekbe. Ez valami csoda. És mindenkiben így van, akármilyen durva goromba, ugye ez legnagyobb élményem ott is volt, meg aztán itt is. Tehát ugye ezek eszmék győzelme. Úgyhogy ilyen immanens világnézetek, ezek mind tönkre mennek az emberekben. Nem bírom, ahogy Adi is mondta, nem bírom már harcon vitézül. Megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül, és szépen fogalmazta meg. Tehát ugye az ember igazában egy Istenhöz hanyatló lélek, vagy csoda. Ugye Aquinói Szent Tamás ezt így mondja, az a nagy 13. századi skolasztikus domonkos óriás, hogy az ember természetes vége természet fölötti. Majd aztán rátérek erre, mert ez már itthoni élményeim sorozata, úgyhogy én nagyon nagy kinyilatkoztatásokban élek, nagyon nagy isteni üzenetek jutnak el hozzám, és nekem már mondhatják azt, hogy ugye aztán vége mindennek afrász az emberbe, olyan méltóság és értékvilág van, amit a megváltó nem enged, hogy mi abból kiussunk, és mindenkit megközelít. A szénbánya az tragikus volt ott, mert amikor az oroszok visszavonultak, a németek mentek előre, akkor ők felrobbantották. Aztán akkor ugye helyre hozták, és amikor a ruszkik jöttek, akkor még a németek robbantották föl. Volt olyan, aki legugolt, mert mindig ránk jött, ugye, amikor már volt ez a vérhas, akkor az borzalmas, azt a vacakot megettük, mert nagyon borzalmas, miket adtak csak, és akkor lit löttyöt bírbe azt hallani, és akkor már is le kellett gugolni, és akkor arrébb ment valami miatt egyik társ, és akkor ez van egy hatalmas szén darab.
valami életerő, isteni erő vitte arrébb, de drámai volt, és azok a csillék voltak az agyakba, sárba, és azokat kellett valahogy kihúzkálni, meg minden. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz a bánya munka, de hát ott is ugye edződtünk, és ugye a káromkodás, meg a minden, ott az ember már más ám, amikor ott a élet és halál límeszén, határmezdjéjén van, akkor lesz igazán ember az ember, mert akkor gondolkodik, meg akkor látja azt, hogy e világ értékei csak ennyit érnek. És azért mindenkiben ott van az, ahogy Jung mondja, a nagy pszichiáter, ott van egy hatalmas erőtér, amelyik természet fölötti, önmunkat felülmúló, és ha az rezonanciába jön, akkor az ember kilép önmagából, hogy visszatérjen önmagába. Szóval csodálatos, de mondom, ezt itthon tudtam igazán megfogalmazni, és akkor ugye úgy bántak velünk, mint ahogy az állatokkal szoktak, ugye pár, tehát hetente meg kellett jelenni a felcser előtt, aki képzett ápoló volt, nem orvos, hát nem jutott mindenhova, ugye, és akkor levetkőzni, azt akkor csipkedtek bennünket, ugye, hogy mennyi izom van rajtunk, hátulra, mindenhonnan, és akkor ráírták a mellünkre tintaceruzával, hogy OK4, OK6, tehát az oroszul jelentett valamit, de mi németre fordíthatjuk, hogy Ohnekraft, erőtlenség, csak 4 órát dolgozhat, csak 6 órát. De ezek ilyen külföldre való izék voltak, ugye, hogy a gulág, meg a minden, ugye ezekben az orosz, hát munkatáborokban itt milyen fönségesen megy minden. Aztán az OK4-es is, hát ugye dolgozott, mert bánya munka után ott voltak a vagonok, akkor azokba kellett a szenetbe lapátolni, fölülről, alulról fölülre, vagy föntről lefelé, és akkor ugye piszkosak voltunk, szennyesek, tetvesek, meg megkapta az ember a rühet is, úgyhogy voltam rühes is, még tetves is, úgyhogy ez nagy negatív értékként hordozom. És akkor már nem engedtek ugye bányába, kórházba kerültem, de ott is mindent le kórház, hát az is egy ilyen baraképület volt, és akkor voltak fekvők, az is ugye kirakat volt, hogy hű, hát itten milyen ugye, kórház, stb. Én nekem még a folyosó, mondták, hogy mossam a folyosókat, hát azt mosogattam, és akkor esténként ott már fehérebb kenyeret adtak, és akkor ugye ott a bányában pedig borzalmas ez az ilyen kocka, csupa víz, olyan nehéz volt, egy ekkora szelet, fél kiló volt majdnem, és az ugye hát borzasztóan bántotta az ember belső hát részeit. Azt akkor időnként valahogy összejöttünk a bátyám is oda, a találkozó helyre, azt akkor erősítettük egymást, adtam neki ebből a fehérebb kenyérből, hát ezeket úgy ettük, mint a kalács lett volna, ugye, vagy torta. És akkor utána 70 kenyesebb volt rajtam a hajlatokba, viszkedtek rettenetesen, és utána még vérhas. Tehát ugye a székletbe vér, az már borzalmas. Azt akkor ugye látták, hogy gyengülünk páran, és akkor azt mondták, hogy visznek tovább egy másik lágerba. Azt akkor elbúcsúztunk, ugye, és akkor nem mondták, hogy domolj, hogy haza, de aztán mégis az lett belőle. És az nagyon érdekes, ugye, ez a háborúnak a borzalma, a háború az egy őrült dolog, istentelen dolog, az a
sok lövés, félelem, mert ugye rárepülés, repülők részéről, bombázás, tankok, ezt mind átéltem, mint több bevetésnél, és ugye, hogy az a lelki szenvedés is iszonytató. Na, és akkor ugye a németeknél az volt, hogy az SS-eknek a hónajába betetoválták a vércsoportot. Ez nagyon okos dolog volt azért, ugye, mert ha megsebesült, vérzett, akkor nem kellett ott gyorsan vércsoport megállapítást csinálni, hanem mindjárt látták, és azt a vért hozták. A németek nagyon megszervezték ezt. És akkor két helyre lehetett ugye nekünk, vagy soroztak be bennünket. Az egyik a hunyadisták, akiket a legfatabb helyre vittek, és a honvédség. És akkor minket is a hunyadistákhoz akartak, és a bátyámmal megszöktük onnan. Aztán valami ismeretség alapján kértünk nyílt parancsot, és akkor elmentünk oda, ahol a honvédségnél lehet ugye belépni, és akkor mégse volt ez a... Na most akkor, tehát nekünk azoknak, akik ugye ott maradtak, a hunyadistáknak is betetoválták az jegyet. Na most ez azért érdekes, mert mikor aztán ugye a Ploestibe szabadon engedtek, hát ugye soványan, sebesen, elhagyatottan minden, és akkor ugye messzelenre kellett vetközni, és így kijönni a táborból. Ott állt az orosz tiszt, és akkor ezt nézte, hogy kinek van bevésve, ugye, vagy betetoválva, ugye, mindegy, hogy micsak, mert abból tudta, hogy azok a nagy ellenségek. És akkor én jöttem ki, aztán, na, zdrasztutya, ránk köszönt, hogy szabad vagy. És akkor ott kiállítottak egy kis cetlit, cirill betűvel, ugye, hogy szabad, most is megvan. És utána jött egy fiú, aki ugyancsak hát korosztályos volt, 18-19, de olyan kisgyerek maradt szinte, és állandóan ugye a vagonban azon, hogy jaj, anyuka, mikor láthatom anyukát? És akkor szegény, hát az még valahol a hunyadistákhoz került, és be volt tetoválva neki, és akkor azt meglátta, úgy kárunkodva, hogy a rohadék, menj vissza. Ezeket aztán vitték vissza, én azt hiszem, már estére meghalt ez a szegény gyerek. Tehát ez is egy érdekes, tipikus eset, hogy nem az ember számított. Picit, hogy na, beteg, de azt is azért, ugye, hogy ne kell ilyen ápolni, meg hogy etetni, hogy akkor menjen haza, aki megérte. Ugye hát többen meghaltak útközben természetesen. És akkor nagy nehezen hazavergődtem, a vonatok nem jártak, ugye ez már aztán nem is annyira érdekes, hanem ugye amikor hazaértem, hát nem tudtam, élnek a szüleim, nem élnek. 45. szeptemberben volt az a hazautazás, de hát persze hosszú ideig tartott, és vonatoktól a vonat, és ugye, hogy most élnek-e a szüleim. Vasutas volt, és azt láttam még, hogy kivitték őket nyugatra, ugye mentve a lakosságot, vagonba vihettek ezt, azt, amazt. Ez nem fogság volt, hanem egy ilyen menekülésféle. És akkor már Bánhidán, Birtes szőlősön, ugye ezek vannak almás vezető felé, ott a Budapest-Bécsi vonalon, lele kiabáltam a vasutasoknak, hogy almás pozitőn Kerényi Lajos bácsi él még. Volt, aki nem tudta, azt egy mondta, hogy igen, most telefonáltam vele vasúton, ugye. Fú, hát akkor örültem, hogy aztán anyukával mi van, minket ugye a házunkat a bomba elvitte, amiben születtem, akkor még házba születtünk, bábának általa. És akkor Neszmélyre, 10 kilométerre van, oda kitelepítettek, ugye egy nagyon egyszerű kis házikóba,
majd mindenünk elveszett. És akkor ugye hazaértem Almáspozitőre, és onnan még vonatok. És akkor hát apukámmal találkoztam, az megmondhatatlan öröm, hogy ugye és rögtön hát a testvérem hol van, azt mondtam, még ott hagytam, de hát reméljük ő is jön, mert akkor már neki is volt egy akkora kelése itt, hogy már föl volt kötve a keze. Ő aztán év végén hazajött, igen, úgyhogy november végén, úgyhogy ez egy csoda volt szintén, úgyhogy valahol egy gyerek ment el, aztán eltűnt, mi még ketten hazajöttünk szülők számára. És akkor ugye mondták, hogy nem szabad nehéz ételt enni, mert a gyomor annyira elkipálott szegény, és akkor tényleg csak lassan szoktunk rá a nehezebb ételre, és ez sikerült, hogy akkor nem... És akkor én fölkínálták a hadérettségit, egész kevés hadtartalommal mondtam, nát, nem, én újra kijárom az osztályt, a piaristáknál. Azért érdekes volt, hogy az is kínlódó, ronda év, hogy utána mégis az agy hogy kipihent, hogy sokkal jobban értettem matematikát és minden, és akkor hát persze kitűnőre érettségiztem, és akkor elhatároztam, hogy az emberiségen segíteni kell. Annyi szenvedést láttam, hogy föl kell emelni az embereket, mert ugye a szenvedő ember még a fűszálba is kapaszkodik, csak hogy valami kis hát biztatást kapjon, vagy mit tudom. És akkor ugye elvégeztem, elmentem papnak, elmentem piaristának, és akkor első helyem, mert akkor ugye jött az államosítás, akkor nem maradhattam a rendbe, és akkor, de hát akkor én már ugye fogadalmas piarista voltam, és akkor az egyházmegyébe szolgáltam, Krisztinába, az alsó Krisztinába, ahol az alagút van, és akkor ott volt az onkológia, ugye a daganatos betegeknek a kórháza, és mint káplán, ugye hívtak beteghöz, és akkor bementem, ott azok nagyon betegek, 63 éve járok oda azóta, és mindig megyek, és akkor láttam, hogy a szomszéd is nagy beteg, ahhoz is oda mentem. Akkor 3 nap múlva, látogatási napon újra mentem oda, de akkor már a szomszéd szobákba is bementem. Persze tilos volt, ugye ezek nagyon komoly ellenőrzés volt, akkor már a kommunizmus ugye bontakozott 46, 47, 48, akkor lefogták a Mindszentit 48 karácsonyán, akkor ugye a papok ellen hadviselést végeztek, mint tudom én, és akkor mint fiatal még akkor a rendházba 3 évig még ott tudtam tanulni, és akkor még, tehát hősökként viselkedtünk, mert az iskola államosítás ellen akkor a Rákosiék nagyon ficánkoltak, és akkor ugye meg kellett, hogy ki kellett volna vinni a Akció Katolika által írt tiltakozó levelet, több ezret. Ez bűnügy, mi aztán négyünket ugye kiválasztottak, és 4-en vittük, de ezt ugye megtudták, postaládába kellett bedobni, mindenki kapott belőle, nagyon komoly tiltakozás, ez bűnügy, hát amit elhatározott a népköztársaság, az milyen lázadás ez. És akkor egy alkalommal megszállták a rendházat, és fölébresztettek, 4-en voltunk egy kurzusba, egy szobába, az egész ávó ott volt, följöttek, ébresztő így közepén, gyerünk, kihallgatás, bűnügy, minden. És akkor ugye kihallgattak, és mondták, hogy most nem visznek el, de majd jönnek értünk. Tehát ugye szenvedésből szenvedésbe jöttem, akkor még ezt most megelőztem, ugye a kis papkoromban volt ez. És akkor, hogy hol kezdődik a vértanúság, ugye amikor az ember folyton lenézett ugye a Váci utcába, hát itt ugye ebbe a házból, hogy
nem jönne a Jeep értünk, vagy a Pobjeda, akkor ezek voltak az autók, akkor mikor jön a telefon, vagy valami levél, mikor jönnek értünk személyesen. Kemény, kemény pszichológiai dolog ez, de ugye azért mondom, hogy ezt mindenki hallja, hogy az eszméket gyűjteni kell, ami a végtelenig ér. És ez az, amit elloptak aztán ezek a Rákosi féle kommunisták, meg hát maga az immanens világszemlélet, ugye, ami azt jelenti, hogy e világ keretein belül szabad csak maradni, és akkor a választ találni az élet nagy kérdéseire, hogy miért a szemed és miért talál, stb. És akkor ugye ilyen nevelés volt, nem kell megbotránkozni, kedves hallgatók, hogy azt mondja fiataloknak, itt zabálj, itt szexülj, úgyis megdög lesz. A borzalom. És akkor mi ezt akartuk ugye ellensúlyozni. Na, mindegy, és akkor ugye ezt kilopták a társadalomból. A szépet, az erkölcsöt, a jót, a természet fölöttit, a Jézust, az Istent, a reményt, a derűt, a mosolyt, az optimizmust. És akkor én aztán majdnem orvos lettem, de aztán mégis inkább mentem paptanárnak, és ugye van ilyet én ismeretem is, és akkor ugye most látogatom a szegény betegeket, 9 kórházam van, 14 intenzív osztály, és akkor látom ugye még a pszichiátriák, hogy a fiatalság nagy része, most kicsit javul a helyzet, de őrület volt, ugye, hogy nem engedték az Istent hirdetni, ezért is sokat kaptam, és mert csináltam, és a fiatalok ugye röhögtek az egészen, de amikor megbetegedtek, nem tudták megoldani a létüket, és mint pszichológus mondom, ugye, hogy rengeteg a pszichiátriai alany most is, mert ugye a kommunizmus rengeteg kárt okozott az emberi lélekben, kifosztott, és nem adott helyette semmit. Most a betegekkel kapcsolatban, a szenvedőkkel kapcsolatban, tehát ott így mondom, hogy szenvedésből visszajöttem szenvedésbe, és most meg járok a szenvedőkhöz. Ugye, nagy élmény volt számomra például az, hogy amikor elkezdtem a papi működésemet, és akkor egyik főrendés a másik után lesték a prédikációimat. Folyton ott voltak, tudtam is, hogy őrnagy ezredes, alezredes, de civilbe, ugye, és mindent jegyeztek. Ez borzasztó volt ugye ez a kiszolgáltatottság, de nem érdekelt. És mondom, annyi főjelentés érkezett már, meg telefon, meg minden, és elmentem az akkori püspökhöz, ugye, aki, ez most már 56 után, mikor ezek visszabosszutáltak, ugye, hogy kórházakba följelentettek, üldöznek minden, hogy most mit csináljak, álljak le, meg az ifjúság, és azt mondta ez a strom püspök, Endrei Mihály, akkor ő volt ugye a Mindszenti helyett, aki ugye először börtönben volt, aztán az amerikai követségen, mindig helyeztek ki ilyen apostoli kormányzót, és ezt mondta, halhatatlan üzenet az Istentől, atya, csak a lőtt területekről visszavonulni, de csak amíg lövik. Hó, kösz! Ebből annyi erőt kaptam, ugye, hogy ezt nem érdekelt, aztán üldöztek, behívtak, megfosztottak minden, ami volt. És mégis csodák történtek. Ez is érdekes volt, ugye 56-ban akkor ugye hirtelen változott, az olyan boldogság volt nekem, ugye szabadon mehettem a kórházaimba, és akkor nem szóltak rám. Akkor ugye volt olyan eset, ugye, hogy tanácsból, igen, egy nő, mint a fúria, ugye folyton üldözött és minden, és akkor mikor volt az 56-nak az a pár napja meghalt egy pedagógus, és akkor én temettem. És ott
volt ő is. És ott ugye elmondtam, hogy a természet fölötti, hogy az élet, az a végtelenre születtünk, ugye Jézus az eligazító, mert hát ő igazolta magát, és az élet kérdéseire ő ad hiteles választ, ami gyönyörű, mert rajta teljesedtek a jövendőlések és minden, és úgy láttam. Ha, és akkor ugye a végén oda mentem hozzá, és akkor, ó, hát nem, ne haragudjon minden, ugye nem, aztán amikor újra vissza szemtelenkedtek, akkor megint kezdtem, ugye, tehát tiszta hazugság és minden, ugye ez borzalmas, hogy milyen mélyre tud süllyedni az emberiség. Az ember megismeri az ember lelket, ugye, hogy kincs, hír, gyönyör, mindenkinek megárt előbb-utóbb. Na, akkor a betegek köz visszatérve, ez még egy nagyon nagy öröm és kinyilatkoztatás számomra, hogy ugye ott vagyok a haldoklók között rendszeresen, 14 intenzív osztály, két hét alatt ezeket mind végigjárom, millió haldokló, és ott már nincs ateista. Ugye, amikor volt, ez nagyon érdekes, ezt már tudja ország, világ, de azért, ha elmondom, beszéltem arról, hogy ugye mi voltunk ott annak a levélnek a államosítás levél kihordói, és akkor ugye a büntetés, ugye akkor mégiscsak kaptunk idézést a Markó utcába, és akkor ugye jött a fogd meg, Körényi Lajos! Hát ugye nagy izgalommal mentem, és ott egy nyikhaj, kiderült vérbíró, az Olti Vilmos, és akkor ott ült a Lénárt Ödön összekötött kézzel, aki az egészet indította, piarista akció katolika, és akkor azt kérdezi tőlem az elsősorban ez a hegyke bíró, szép szám, minden, azt mondja, hogy ismeri azt az embert? Nem, igen, a rendtársam. És akkor így ugye kérdezett ki, borzalmas. És akkor ugye az volt az idézésem, hogy bűnügy. És akkor, na üljön le! És akkor ugye megtörtént a bűnhőd és minden. És körülbelül 4 évvel ezelőtt, csak azért, hogy milyen nagy összefüggések vannak, és hogy a természet fölötti, az milyen, mennyire uralja a mezőnyt. Most is így van. A végső nagy dolgoknál ott nem hagyja magát a keresztre feszített Jézus, hát nem hiába halt meg. Na mindegy, és akkor 4 évvel ezelőtt az egyik kórházban, ugye engem nagyon érdekelnek, megyek szobáról szobára, és nagyon érdekelnek a haldoklók és az öregek. És akkor úgy férfiak is elbeszélgetik, én soha nem úgy megyek, hogy ki akar gyógyni, Isten ment, csak kidobnak, ugye a Kolumbó a eszményképem, ugye, aki beszél, és akkor nagyon finom van, akkor elindul, még visszaszól, még minden, és akkor így sokkal több a siker. Na mindegy, és akkor az egyik szobában fiúkkal beszélgetek, és akkor mindent megtudok, és akkor szimpatikus lesz az ember, meg az ügy is, és ott látom egy öreg ember, olyan félig támadja, haldokolva, és odaülök mellé, megfogom a kezét. Ki az? És akkor mondtam neki, hogy én vagyok itt a lelki orvos. Jézus üdvözli. Ugye ezt szoktam mondani. És akkor... Na, mi baja? Azt akkor föl akar ülni, segítem. És akkor valamit mond, ugye el is keseredtem, hogy mondom, hát ez megzüttyent szegény vagy. Vagy lázálma van, vagy mi, és folyton valami olyat magyarázott, hogy nem jól csinált sok mindent, meg mit tudom én, fölállni akart, fölállítottam. Ki vezettem, azt akkor ugye csak mondta magáét, és akkor egyszer csak úgy megáll, rám néz, így a vállamra teszi a kezét, azt mondja, mi a véleménye Olti Vilmosról? Hát mondom, hát az egy vérbíró, ugye? Nagyon sok embert a halálra ítélt, ugye ártatlanul. És mondom neki, hogy vérbíró,
csomó embert ártatlanul elítélt, megöletett, a mincentimet, a hazámat, engem elítélt. Erre, ne mondja, hogy vérbíró, mert én vagyok Orti Vilmos. Betonba gyökerezett a lábam. Irgalom. Hát nem mondhattam neki, engem az én megváltom, és az én Jézusom nem arra tanított, hogy most ugye, most jössz mi, akkor hegykélkedtél, világért se. És megkapta ugye a Szent Kenetet, feloldozást, és akkor úgy zokogott, azt a vállamra tette a kezét. Most már minden rendbe. Mondom, igen. Sírt, én is. Tehát ugye azért nagy események ezek, és mondom, amikor az ember odaér, és megszólítja, adva van, ugye ez a sok, de sokkal több van ennél, de az a fáradtság, amit az ember értük tesz, az maga beszámítódik nekik, mert nagy egységbe vagyunk. Erőterek kötnek össze bennünket. És akkor ez a nagy egység így alakul ki, hogy mindenkihöz szólok, tetszik tudni. És akkor megtanított az Úristen arra is, hogy én megölelem őt, ő még visszaölel. Egy eset, hogy egy haldokló fiatalabb nő. A vízehet. Azt akkor oda mentem, és ugye volt ott egy pohár, kis szívószál, kis vizet tettem, és akkor fölemeltem a fejét, de csurom valami lett a kezem, de a tenyerem is a fejétől. De mindegy, nem számít, amit egynek tesztek, nekem teszitek, mondta Jézus. És akkor ugye betettem a szájába a szívószálat, és akkor hogy szívta, és akkor én a Jézust láttam. Fú, de nagy élmény volt. És akkor ugye megöleltem. Hát az halálveríték volt ottan, ami a párnám volt, már lucsogott szinte. És akkor visszatettem a fejét szépen, csendesen. Megkapta a szemkenetet. És akkor megint csak belépek egy másik terembe, ott pedig három ágy így, és az ablaknál egy gyönyörű férfi arc volt. Idős, de klasszikus. Maga tényleg a fentség. És oda mentem hozzá is, ő volt ott a haldokló, és akkor mindent elmondtam neki, semmit nem reagált. Akkor is, orvosi tudásommal tudom, hogy a fül mindvégig működik, és akkor, mikor bevégeztem mindent, megserezdült, mert máskor könnycsepp jön, vagy egy mosoly simulált az arcán, vagy kinyitja a szemét, és akkor a feszületet mutatom, neki van nálam egy anyukától kaptam 70 éve egy kis feszület, ami csoda már, mert annyi beteg csókot mutatom, és akkor meg akarja csókolni. Ó, minden rendben, akkor már rendeződött benne minden, ami csoda, ugye, ami az a jobblatori út, és akkor ennél semmi. Egyszer csak, mikor végeztem, valami mozog itten, hát a kezével így végig simított az én kezemet. És akkor úgy éltem, hogy most visszaölhet az Úr. Tehát nem csak a hazugságok, a veszekedések, meg a termelés, fontos az is, ugye, de itt nagyobb tétről van szó, sokkal nagyobb. Távlatokba kell bekapcsolódnunk, eszméket nem szabad. Ugye Adi így mondja egyik vers részletét, idézem, hogy ember ellen csatázik, magunkba is, hányszor magunkkal veszekedünk, vagy csatázunk, elégedetlenkedünk. Azt mondja, mi egyesítsen, nincsen eszme.
De kilopták meg. Ugye olyan nevelés ment, meg megy most is nagy részben, hogy nem, természetesen szó sincs róla, hogy mennyit termelje, és a többi, meg mit tudom én, ezek pártoskodások és minden. És azt mondja, rommá dőlt a messiás háza, tanítása erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, jaj, nem lehet. Beteg a világ, nagy beteg. Új messiást küldj. De ez mindennyiünkre áll, hogy a szentet, a szépet, a jót, a transzcendens, azt ne engedjük kihalni az emberek lelkéből, mert van, ami ott rezonáljon ezekre. Muszáj, hogy eszmékkel gazdagítsuk az embereket, és a természet fölött itt valahogy sugár, ébresszük föl bennük, mert ott van az igény, hát mondtam. És az Úr Jézus úgyis utánunk jön, mert hát meghalt értünk. Nem fogja engedni, hogy az ellenerők ugye elvegyék a legnagyobbat. Azt, mert mindenkinek lesz örök élete, nincs meg semmisülés. Ezt is mindig mondom, ugye a kételkedőknek. Anyag megmaradás elve. A hordozó rakéta leválik testünk, de nem semmisül meg. Beépül a kozmoszba. Minden pici porcikája, hogy újra megjelenítsen új eszmét. És akit hordoz, az is megy tovább. Ugye, hogy jó hasonlat ez a hordozó rakéta. Egy agykutató tudóstól hallottam, ez nagyon jó hasonlat. Megy tovább, nincs meg semmisülés. Energia megmaradás elve. És akkor ugye aztán ott abban a másik létrendben, amiről megint csak tudomásunk van, a más, a dimenziók, a tudomány is beszél már róla, de hát Jézus ugye, akin beteljesedtek a jövendőlések, ez is egy külön csoda. Ő megmondta, ha nem hiszitek, amiket mondok, olvassátok a régi írásokat, rólam szólnak, rajtam teljesedtek. És akkor nyugodtan mondta, hogy tényleg rajta teljesedtek, jövendőlték, hogy Betlehembe születik, szűz lesz az anyja, fájdalmak férfia lesz, ecseterit, atyák csontot nem törne, keresztül szúrják, ezek ezer, még több évvel előbb, mind benne vannak a jövendőlésekben, a zsoltárokban és a többi, aztán ezért a istálló gyereke minden beteljesedik. De ugye ő mondja, az atya házában sok lakóhely van. Na most, hogy ott hogy tudunk eligazodni, mennyi érzéklési képességünk maradt meg, ezt nem tudom. Ezért kell minden gazdagabb lelkületnek lenni. De a kárhozat az nem olyan, hogy ottan tépdesik a beleinket, meg mit tudom én, hanem egy képtett alkalmatlanság. Tehát olyan, hogy engem elvinnének egy uszodába, és azt mondanák, hogy na, itt sok ember van, akkor átusszátok ezt a 100-200 métert, és akkor ott igazi boldogság vár. Akkor nem vagyok alkalmas, hogy én oda jussak, ugye. De nem, ez nem, akkor szegényebb maradok értékekbe. Tehát ugye a kárhozat az nagy önvád, hogy megtehetted volna ezt-azt. Persze rengeteg sok minden fölmenti az embert ezek alól, ugye, hogy mit örökölt, akkor ugye ez a DNS egy csoda, az egész emberiség minden terhét visszük magunkkal, hogy itt miért vagyok felelős, miért lett, nem tudom, az egyik agysérült. És ugye ott a másik létrendben is van mód arra, hogy az ember alkalmassá tudja magát vinni arra, hogy a legszebb világba jutva boldog legyen. És én ezt kívánom mindenkinek. A szenvedés arra való, hogy az embertől lefossza az akadályokat, és a tiszta, szép világ tudjon fölragyogni, és alkalmassá tudunk lenni arra, hogy minél több szépet, jót tudjunk gazdagon élvezni.